Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, újra itt vagyunk vasárnap este, MAV TV, és mai vendégünk Indi Vaskó, szervusz, szia! Sziasztok! Üdvözlök a studiba, te most először vagy itt nálunk, megtörjük kicsit az előző hetek techno őrületét, és kicsit lazább vizekre evezünk, csak egy-két dolgot mesélj el nekünk, milyen zenével készültél, van-e esetleg valami különlegesség, amire figyeljünk oda, a szettet folyamán. Köszönöm szépen a meghívást. Nem könnyű a technót megtörni, de igyekszem fogyasztható zenét játszani. Mindenképpen igyekeztem azért különleges maradni, szerintem így van értelme ezt csinálni. És hát leginkább magyar kortárs zenékre fogok támaszkodni. Zsír, király. Magyar előadók, minimál, vagy valami lassabb, vagy elektronika, mi lesz ma? Hát ez egy jó kérdés. Amit hoz az élet, amit hoz most a vibe. Elektronikus. Elektronikus, jó. Király, nem is rablom tovább az idődet. A következő egy órában Indi Vaskót fogjátok hallani, de mielőtt tovább mennénk, lájkoljátok a Facebook oldalinkat, kövestek be az Instán, iratkozzatok fel a csatira, és szóljatok hozzá, hogy hogy tetszik a set. Na, akkor csapjunk is a lovak közé. Menjem. We'll be right back.
Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Itt vagyunk az adásunk végén, ez itt a MAF Extra. Újra visszajöttem a képernyőre, de csak azért, hogy Indi Vaskóval kicsit beszélgessünk, hogy ki is valójában. Iszonyat jó szettet húztál itt nekünk, tök jó kis trackek voltak. Valóban itt volt, ahogy említetted, egy kicsit ilyen elvontabb, kortárs jellegű zenéket hoztál. Volt ugye egy magyar kiadó, onnan játszottál pár tracket, és volt több magyar track is, amit mondtál az elején. Erről is fogunk beszélgetni, de kezdjük szépen az elejétől. Először kérlek, mondd nekünk el, hogy hogyan kerültél bele ebbe a kis elektronikus zenei világba, mikor volt az első találkozásod az elzenével? Hát nekem ez nagyon-nagyon sokáig tüc-tüc zene volt. Én alapvetően mindig is rocker voltam, meg punk, ilyen elvetemült helyekre. Most meg metal. Metal, igen, tehát elvetemült helyekre jártam egész fiatal koromtól kezdve. És nem egyáltalán szerettem az elektronikus zenét, nem is foglalkoztam vele. És egy ház, vagy egy lakás felújítás miatt az öcsémhez költöztem. És járogatott már ilyen bulikba, illetve Ibizára is. Én ezen csak röhögtem meg, hogy egy csomó pénzt eltoljam baromságra. És tartott egy házi bulit. És én is ott maradtam ezen a bulin, és ott mentek ezek a zenék, és így elkezdtem elmélyülni benne. Ez körülbelül 4 évvel ezelőtt volt. És olyannyira, hogy aztán kipróbáltam, és elkezdtem ezekhez a vackokhoz is hozzányúlni. 3 évvel ezelőtt először, igen. 2,5. És hát annyira a rabjává ejtett ez az egész dolog, hogy ma már minden napjaimat nem tudom elképzelni anélkül. Ha. Tök jó, hogy erről beszélgetünk. Végre van egy olyan ember, akivel erről tudok beszélni, hogy miért nem tetszett akkor az elektronikus zene, ugye a tuc-tuc, és hogy mi volt az a pillanat, amikor viszont elkezdett érdekelni. Meghallottál egy üzenetet, vagy beleláttál valami olyan cuccot, ami előtte így, nem tudom, degradáló volt, de akkor meg volt valami impulzus, hogy hogyan volt? Emlékszel valamilyen kezdetekre, hogy mi volt az első dolog, ami megfogott téged? Hát amikor ennek a fénykora lehetett, vagy a reneszánsz ennek az elektronikus zenének Magyarországon, akkor én teljesen a túloldalon álltam, és ezt diszkónak tartottam, lenéztem azokat az embereket, akik ilyen buliba járnak. De diszkó. Bulik a diszkó, a tankcsapda is énekelte, és teljesen más világban mozogtam. És aztán most érkeztem meg tulajdonképpen, amikor nem, hogy a reneszánsza van, hanem az egész elektronikus széna úgymond sajnos döglődik. Magyarországon különösen, hát akkor csöppentem bele, de egyáltalán nem bánom. Én úgy gondolom, mai napig is nagyon szerettem a metált, nagyon is hallgatom az új lemezeket is, nem csak az elektronikust, és szerintem ez hat a zenémre is. Vagy én úgy gondolom, biztos, hogy hat. Persze, abszolút. Oké, menjünk tovább egy lépcsővel. Mikor volt az a pillanat, amikor te elkezdtél még jobban érdeklődni magáért az elzenével, foglalkozásért, meg maga az, hogy DJ pult, meg hogy előadni saját trackeket, szelektálni, bemutatni a közönségnek, ez hogyan jött az életedbe az, hogy te DJ akarsz lenni, DJ vagy, elkezdesz ezt a pályát? Hát ugye először csak eljárogattam bulikba, és figyeltem, hogy mit csinál a DJ, hogy épül fel egy set, és azt tapasztaltam, hogy nem csak a kemény zene tud megfektetni, hanem bizony egy komoly 3-4 órás DJ set, ha az kiteljesedik, és erre törekszik az előadó, akkor az bizony lelkileg is és fizikálisan is meg tud gyötörni, ugyanúgy, mint egy punk buli mondjuk, csak másképp. Hát ugye itt nem pogóznak az emberek, hanem megpróbálnak táncolni, ki így, ki úgy. Mindenkinek van egy saját stílusú táncod, ez teljesen rendben van, szerintem ezért érdekes ez a dolog. És hát azt tapasztaltam, hogy bizony meg tudod fektetni nagyon, és ez valahogy elvitte ahhoz, hogy elkezdjek komolyabban érdeklődni ez iránt, hogy csinálják ezt a zenélést. És így került, hát nagyon nehéz Magyarországon egyébként a nulláról elindulni, vagy találni egy olyan mestert, aki
aki vállal és úgy átadja a dolgokat, nekem sikerült, ezután is köszönöm neki az eltöltött éveket, sokat tanultam tőle, és hát ő nála ugye mindjárt volt egy szónkeverő, aztán vettünk egy Pioneert, tehát mindjárt az elejétől kezdve mind a két keverővel meg tudtam ismerkedni. Volt, hogy 3-4 lejátszó is a rendelkezésünkre állt egyszerre, tehát... Tehát eszközpark volt, hogy lehessen kiteljesedni, gyakorolni, igen, csúcsoktatni. És megtanította azt, hogy a modern dolgokkal hogy lehet élni. Tehát nem a régi stílusú iskolát képviselt, hanem az újat, és én ezt szerint is tanultam. És akkor alapvetően az új tudást, az lehetőséget ki lehet használni. Igen, ez nagyon jó, meg ez is egy nagyon nagy párhuzam, hogy valaki ugye csak a Vine-nől, és akkor onnan, most ugye pont ilyen fázisban vagy. Igen. Valaki pedig, és teljesen elzárkózik az újtól, én teljesen úgy vagyok vele, hogyha lehet használni, és valaki akarja használni, akkor miért ne használná ki, hiszen azért fizet valaki akár 1 millió forintot is egy ilyen készülékért, hogy a tudás benne legyen. Az egy más dolog, hogy lehet, hogy a technika, amikor megtréfálja, akkor viszont az a tudás hiánya az néha előjön, és az azért kellemetlenségeket is tud okozni, ezért nem árt az alapokat is megtanulni sok esetben. De igen, ez mindenki magának az eldöntés, hogy mivel mit akar, meg hogy mekkora tudással miket vállal be, csak a meglepődés az ne legyen olyan nagy, meg a düh, hogyha ez nem jön össze, mint ahogy ő szeretné, mert nyilván van, a gépek is tudnak hibázni, mint ahogy az emberek is, és gyakran az ember az nem annyit hibáz, mint egy gép. Hú, ez egy szép mondat volt. De viszont térjünk vissza rád, menjünk tovább a kérdésekkel. Hát, hogyha még ennyit hozzátehetek, és elárulhatunk annyi titkot, hogy van szerencsém tőled venni. Igen. Lemezes leckéket, amiért szintén nagyon hálás vagyok. Én úgy gondolom, hogy mindenen kell tudni. Tehát a traktortól kezdve, a CDJ-ken át a lemezjátszóig, az, hogyha valaki tud valamit, az biztos, hogy nem válik a hátrányára. Abszolút, így van. És a tudás az nem egy olyan dolog, hogy azt megszerzem, aztán hátradőlök, hanem ugye mivel iszonyat gyorsan fejlődik a világunk, ezért én mindig azt mondtam, hogy mindig van hova fejlődni, és amennyi kis tudás, mi azt hiszünk, hogy mindent tudunk, az csak egy ilyen nagyon pici szelet az egész univerzumból, tehát szerintem az egész életünk kevés lenne, hogy így fejlesztjük magunkat. Pontosan, és nem mondom, hogy ez könnyű volt a lejátszókon elsajátítani az alapokat, mert ez is rohadt nehéz volt az elején, de azt kell lemezjátszani, hát ez valami vértizzadok, és rá kellett jönnöm, hogy kurvára nem tudok semmit. Hát idővel majd minden meg lesz, meg szorgalommal sikerülni fog. Meg te is haladsz, tehát ahhoz képest, hogy a nulláról indulunk, azért tök jó, és ez lehet, hogy lesz majd itt egy Vine-osztat is a közeljövőben. Reméljük. Én lennék a legboldogabb, hogyha ezt tudjuk hozni. Jó, menjünk kicsit tovább. A stílus az hogy alakult? Ugye metáról indítottál, utána mi jött, és hogy érkeztünk el ide a mai hallható stílushoz, amikor mi megismerkedtünk, akkor te technót játszottál, én techno DJ-ként, ilyen kicsit ilyen house-osabb vonalakat toltál. Aztán utána eltelt durván egy év, és akkor meg elkezdődött ugye még mindenhol az a kis minimál őrület, és akkor ahogy jártok hozzánk a stúdióba, így teljesen ez a sötét minimál az, ami teljesen így magadével tudod, ez tényleg ez, ahogy a metalban a fekete, a denevér és a vér, itt ugyanaz, csak kicsit bemindenezett denevérek mennek a falnak, és úgy van vér a padlón, és 120 BPM-nél megáll a tudomány. Tehát hogy jöttünk el ide, hogyha ezt a pályát ezt így megmondod, hogy akkor milyen stílusok voltak, és hogy jöttünk el a mai napi, mármint ehhez a szethez, hogy alakult itt az ilyen ízlésvilágod, vagy a stílusban, amit te játszol? Hát az első bulin, amin voltam életemben, a Hernán Katana 5 órás szettje volt az akváriumban. Az kemény. Igen, én is úgy gondoltam utána. A matek füzet, az a kockás füzet azért kell. Azt mondtam, hogy köszönöm, én többet nem megyek, persze következő évben is ugyanúgy ott voltam rajta. Aztán, ahogy egyre több elmélyedik jobban az ember a stílusokba, és egyre több bulira eljárt, akkor már kezdett kevés lenni a progi, aztán jött a Tech House, mondjuk ott, hát
mainstream vonal, de azért mégsem, tehát Seth Rox-et mondanám nagyon nagy hatásúnak. Aztán a magyarok közül Beta, tehát kész voltam, vagy mai napig kész vagyok a szettjeitől, amit 4-5 óra alatt játszik, vagy három, akár egy 3 órás szettbe, az nagyon meg tud fektetni, legalábbis engem. Tehát őt nevezném még mindenképpen a hatással sok között. És aztán eljutottam Romániába, oda is egyébként egy inkább house, tech house buliba mentünk, a Luciano-nak volt a kiadói estje, Cadenza. Cadenza, igen, Kolozsváron. Viszont elmentünk az afterra is, és ott egy Iván Stankov nevű román DJ zárt délbe, körülbelül rohantunk a vonatra, egyenesen onnan. És ott elkapott ez a minimális, azóta sem enged, vagy ez a mikrohouse, vagy nem tudom, minek lehet mondani, vagy igen, kár is beskatujázni, mondjuk rominimál. És akkor ami ezekből leágazik, vagy amivel még össze lehet hozni, azt úgy mindent próbálok belevinni. Oké. Mi a cél? Mi a jövő? Mi a jövőkép? Merre az arra? Kicsit mesélj nekünk arról, hogy merre indul ez az egész, milyen vágyak, milyen célokat tűztél ki. Ugye az egyiket azt előbb említettük, hogy kicsit így az alapokat is így, meg a lemezeket, igen, így a, maga ez a klasszik DJ feelinget is így magadba szedni. De hogy ezen túl vannak-e valamilyen nagyra törő vágyak, álmok, zeneírás, valami ilyesmi? Nincs, igazából nincsen semmilyen nagyra törő vágyam vagy célom. Egyszerűen csak csinálom, mert szeretetből, ameddig van szeretet, addig igen, megy a zene. Ez erre késztet valami. És végül is hálás lehetek, hogy ilyen rövid idő alatt azért van pár száz ember, aki mindig megnéz, hogy követ, akármit csinálok, és az nekem bőven elég muníciónak is. Nem gondolom, hogy én de nagy DJ leszek, vagy ilyesmi, meg nem is célom. Csinálom, tolom, aztán kész. Egy rockbandát akarok amúgy csinálni, nem sokára ez a tervem, de ez is meg fog maradni, biztos vagyok benne. Szuper. Kicsit térjünk vissza, ugye itt most már lehet bulizni, meg megy már a csikiriki nálunk is, meg mindenfajta szabadtéri cuccok. Téged hogy érintett ez egész pandémiás időszak, így a zenét tekintve, hogy hallottuk már itt az adásban, hogy valakit teljesen visszafogott, és nem volt motiváció, nem volt impulzus, ami miatt elkezdjen zenét írni. Volt, aki örült neki, hogy végre van szabadideje, és le tudott ülni zenét írni, és zenéket válogatni, szelektálni. Téged hogy érintett ez az időszak? Mennyire volt ez neked nehéz, mennyire volt könnyű? Hogy élted meg ezt az elmúlt, hát nem tudom, két évet, egy évet? Hát szerintem, aki otthon ülő, az szerencsésebb volt nyilván, meg aki annyira nem szeret bulizni, vagy nem annyira szeret DJ-zni, hanem inkább zenét szeret készíteni, az biztos, hogy könnyebben megélte ezt az évet, vagy másfél évet. Hú, hát nekünk nagyon nagy bulik voltak amúgy Romániában, vagy három bulik már meg volt hirdetve, nagyon, hát eléggé neves DJ-kkel, amiket le kellett mondjunk, de hát nem, ez nyilván először nagyon-nagyon csalódás volt. Persze, hát aztán láttuk, hogy ezzel nem mi vagyunk így egyedül, hanem az egész világ. És ezzel iszonyat nagy szívás lesz ezzel a Covid-dal. Reméljük, hogy most már túl vagyunk rajta. Sokat gyakoroltam. Különösebben utána már el voltam azzal, hogy nincs buli, meg nem lépünk fel. Gyakoroltam. Ennyi. Jó, zárásképpen annyit kérdeznék meg tőled, hogy hol vagy elérhető a neten, hol tudunk téged követni, visszahallgatni akár a zenéket, szetteket, ilyesmit záruld el nekünk, hogy hol tudunk téged követni. Hát az Indi Vaskó, az a fészen ez az artistom, úgymond, a The Music Be With You nevű menedzser iroda, vagy szervezet képvisel. Többet magammal, van egy YouTube csatorna, ott vannak videók. Igazából a szetteket SoundCloud-ra vagy Mixcloud-ra nem igazán készítek, mert nem nagyon látom értelmét. Tehát egy év alatt mondjuk meghallgatják, vagy belehallgatnak mondjuk 150-en, azt mondjuk egy videós YouTube-ba az hozza simán egy két hét, három hét alatt. Aha. Jó, oké, nagyon szépen szeretném megköszönni, még egyszer itt voltál, most már lehet itt kezelni, meg közelebb menni egymáshoz,
Nektek szeretném megköszönni, hogy itt voltok és végighallgattatok Indi Vaskó szettjét. Fontos info még itt az adás végén. Kedden találkozunk a Pavilonnak a teraszán. Ugye most lesz az Egy kis Ked című kis epizódunk. Lesz Sunny, Daptist, U30 vagy 34U meg jó magam fog zenélni. Remélem senkit nem hagytam ki a sorból, mert őszintén így most így most ugrott be a fejem, hogy ezt elfelejtettem elmondani, és nincs itt se az iPad-em, se a jegyzetem. Tehát délután 4 órákkor a Nehru Parkban találkozunk, és minimál lesz, és hasonló kis elektronikus zenék lesz, Vinyl az, és nekem jöttek új lemezeim, szóval szerintem azokat először ott fogom fölrakni. Hajrá! És jó pihenés is kellene nektek, továbbra is vigyázzatok magatokra, és legyen kellemes estétek, találkozunk kedden, szerdán, meg majd jövő héten vasárnap következő vendégünkkel. Sziasztok! Szevasztok!